szeretnénk elrendezni, az a cserép majd fölmegy annak tetejére. A jövő terveiről beszél Sipos Előd Zoltán, dombovádi református lelkész. Az utóbbi időben jelentős felújítás zajlott az épületben, és a megszépült templom most a városi önkormányzat jóvoltából díszkivilágítást is kapott. Az ügy kezdeményezője a helyi városvédő egyesület volt. Megköszöntem nekik a felvetésüket, és április végére református templom éjszakai világítása és díszvilágítása elkészült, és mindenkinek javaslom, aki erre jár, és már lehetővé teszik a viszonyok, nézzék meg ezt a templomot ünnepi, szép világított hangulatban. Ezzel a felújítási folyamat nem ért véget. Egyrészt a gyülekezetben arról gondolkodnak, hogy a fűtést valamilyen módon megoldják a templomban, egyelőre a padok melegítése a terv, másrészt az épületeket körülvevő kertben kerül majd sor egy jelentős beruházásra, melyre a források is rendelkezésre állnak. Az udvar nem csak mint közösségi tér funkcionál majd, új melléképület, egy ilyen színszerű melléképület épül majd, aminek a tetejére az egész templomot ellátó napelempark kerül majd felhelyezésre, és ez nekünk gazdaságilag is, illetve még a teremtett világ védelme szempontjából is egy fontos szempont. A folyamatos fejlesztésekkel komfortosabbá, barátságosabbá akarják tenni a templomot és a kiszolgáló helyeit. Az igehirdetés mellett pezsgő közösségi élet zajlik itt, és mindent meg is tesznek annak érdekébe, hogy minden korosztály megtalálja a helyét a közösségben.